hazamész, bemész a munkahelyedbe, ahova majd hazamész, vagy inkább fordítva mondom, rosszul mondtam. Tehát amikor majd jönnek be a városokba emberek, és jönnek be a munkahelyedre emberek, akkor proféták seregével fognak találkozni, akik a hegyről jönnek le. Mi most itt vagyunk a Sion hegyén. És amikor te elmész innen, akkor veled fognak találkozni az emberek. Land, dob, síp, hárka lesz előttük, és ők maguk pedig profétálnak. Egy ilyen szívvel menjél el innen, hogy az Úr teletölti a szívedet, de nem azért, hogy most ültünk itt, már olyan fáradtak vagyunk, hogy már nem is tudom, mit tudok befogadni, de amikor elmész innen, azt fogod észrevenni, hogy túlcsordul belőled valami. Az ima, a közbenjárás, a hálaadás, a profétai szó, a bátorítás, Istennek a dicsősége, és engedd, hogy ez rajtad keresztül kifoljon arra a területre, ahova az Úr majd innen hazaküld téged. És nagyon pontosan tartom az időt, 50-től Zsolt következik. Dombos Zsolt, ő a Belvárosi Gyülinek a pásztora, egy nagyon harcos dicsőítő, nagyon jó szíve van, és majd meglátjuk, hogy most abból melyik részét osztja meg velünk. Akkor énekelek is dicsőítőt. Halleluja. Nekem nagyon-nagyon jó lehetőségem van, mert mindenki mindent elmondott. Úgyhogy csak sorban húztam ki az igéket, az igehelyeket a jegyzetemből. Úgyhogy ha megengedetek, akkor a szabad szólásnak a reménységével most itt elétek állva, igyekszem nem prédikálni, hanem azért pár dolgot még mondani is közben. Mindenhol és mindig el szoktuk mondani, hogy prófétai időket élünk, ez mondom most már egy szlogennél vált, hogy prófétai idők vannak. Prófétai időkön azt értem, hogy olyan események és eseménysorodok történnek, amikor nagyon gyakran nem tudott te sem egyébként, hogy az milyen fontos volt, de később utólag kiderül, hogy bizony nagyon sok minden ott kezdődött el. Csak közben Ivetnek írtam, hogy fantasztikus volt a videó, és visszajött, hogy köszöni szépen, mert tényleg nagyon jó volt. Nem, hogy mi is azt üzenik, jó? Ne csak magad nem. Mindenki azt üzenik. Jó, mert ez a végén írva megkötelehet, mert nem vagyok nő, és nem tudok többé koncentrálni az a feleségem. Szóval a proféta időkön ezt szoktam igazából elmondani, és gondoljatok bele abba, hogy milyen fantasztikus lehet, hogy bárhová mész, bármilyen alkalomra, bármilyen gyülekezetbe, bárhová mész, nem tudhatod, hogy mikor lesz az a pont, amikor a Szent Szellem úgy betölt téged el, ha elkapsz egy olyan mondatot, ami megváltoztatja az életedet, hogy valami történik. Én ezzel a fajta izgalommal vagyok most már majdnem minden helyzetben, hogy most lesz az, amikor hozzám szól az Úr, most lesz az. Gondoltok bele abba a Betlehemi éjszakába pár ezer évvel ezelőtt, amikor lehet, hogy egy öreg zsidó éppen feküdt le a kis ágyába, ezt csak hallott, hogy valahol a távol a barlangoktól egy gyerek felsír egy ilyen éjszakán, lehet, hogy még egy öreg kád is elmondott egy ilyen imát, és hogy legyen áldott, aki most megszületett erre a világra, és nem tudta, hogy azon az éjszakán kiszületett meg. Vagy ilyen sztorik vannak most egyre több az egész világban, mozgásba lendült a világ, mozgásba lendült a szellemvilág, és ez egy fantasztikus dolog. Én nyilván volt ott egy szülő, meg pár pásztor a keleti bölcsek, mert pár ember tudta, de most is, most már nem pár ember tudja, hogy valami óriási változás lesz, most már milliók tudják, hogy valami nagyon nagy változás jön. Aminek még leginkább örülök, hogy ez nem egy gyülekezetből indul el. Nem az lesz, hogy a Belvárosi Gyülekezet ébredési mozgalma, nem az lesz, hogy a Hídgyüle, vagy bármilyen más gyülekezet, hanem az eklézsia fog egyszer csak feltűnni és megjelenni, szinte egyik pillanatról a másikra. És ezért nagyon fontos a testnek ténylegesen az összekapcsolása, amit szintén nem így csinálunk. Egész egyszerűen Isten összehozza, és kénytelenek vagyunk egymást szeretni, kénytelenek vagyunk egymást megismerni, ha tetszik, hanem megmondom miért. Mert aki ebben nem vesz részt, az tényleg fog maradni. Az kimarad, lemarad, és amit te is mondtál, az a meglancsosodás és a kihűlésnek az egyenes útja. Tehát tulajdonképpen leginkább is azt érezzük, hogy lehet, nem is értjük, hogy mi történik, de érezzük, hogy valami óriási dolog történik. A téma, amit a Renék meghatároztak, a prófétai őrállás, és ahogy hallgattam a sok-sok tanítást, meg beszámolt most tőletek, aminek nekem tényleg nem tetszettek, én egyetlen kérdés volt csak már itt bennem, hogy itt föltegyem nektek, hogy igen, fáradtak vagyunk, még megfáradtuk, hogy egyáltalán mi közön ez az egészhez. De nem? Tehát ez néha felmerül az emberbe, hallgatja a nem úgy értem, hogy neked, hanem hogy neked. Hogy a neked semmi. Nekem semmi. Jaj, de vicces vagy. Tehát én nagyon gyakran gondolom azt, hogy látom azt, hogy érzem azt, hogy tényleg
tömegek mehetnek az egyházba úgy, hogy hallgatják évek óta a beszámolókat, tanításokat, stb. De fölmerülhet az a kérdés, hogy mi közön nekem ez egészet. Ott vannak a mikrofonosok, nagyon lelkesek, nagyon kihirdették, nagyon tudják, de én mit csináljak ebbe az egészben? És miért van most ez a téma például? És én azt gondolom, hogy azért kell erről beszélni mindannyiunk számára, mert hogyha az egész nagyról látásod lesz, hogy mi az, hogy őrállás, városi őrállás, meg ilyenek, akkor fogod tudni elhelyezni magadat benne, hogy te az egészben melyik fogaskerék vagy. Én nem tudom neked megmondani, hogy te melyik fogaskerék vagy. Mi arról tudunk beszélni, hogy amblok a nagy kép az nagyjából milyen, mindenki hozza valamelyik oldalában a nagy képnek az igazságait, de te, ha figyelsz, akkor meg fogod látni benne a helyedet. És a lényeg az, hogy megtaláld a helyedet. Mert mindenkinek Isten életet, mindenkinek életet adott Isten, annak az életnek egy értelmet és célt adott. Nincs céltalan élet, és nincs értelmetlen élet. Ez egy nagyon fontos dolog. Igen. Akkor ezt most kihagyjuk. Ezekről Pali beszélt. Ez a legjobb, mert csak te kellett. Erről Pali beszélt, erről. Igen. Attila. Másik Attila. Nem. De ez fontos dolog. Mit tehetek én ebben az egészben? És én nagyon sokszor találkozom, hogy Gyülibe megyek szolgálni, mert hát nálunk is, hogy azt mondják az emberek, hogy hát olyan fáradt vagyok. Egy kicsit fáradt vagyok. Szépek a tanítások, mert tudom, hogy megint imaalkalomra kell menni, meg ilyenek, de már belefáradtam, egy kicsit fáradt vagyok. És az a helyzet, hogy hagyd mondjak neked erre valamit, nem fogok semmit fenyegetni, meg lelkesedni. Tudod, miért kell csinálni ezt a dicsőség miatt? A dicsőség miatt érdemes ezt megcsinálni, mert ez a világ, ez úgy, hogy el fog múlni. Ez lehet, hogy holnap elmúlik, lehet, hogy 7 év múlva, lehet, hogy 25 év múlva, de el fog múlni ez a világ, és ami jön, az egy kétszeres dicsőség. Először is lesz az új év, meg az új föld, hogy visszafelé menjek az időben, amiről nem is tudunk szinte semmit, csak azt, hogy minden testvér lesz. Aztán lesz az 1000 éves királyság, de ami most jön, ami igazából most téged érint, az a Szent Szellemnek egy olyan kitöltetés előtt állunk, amilyen nem volt még a világon. Nem volt még a világon. Azt mondja a Szent Szellem, hogy kitöltök azokban a napokban az egész testre. Úgy szokták mondani, hogy minden testre, de a görög megengedi azt a fordítást, hogy az egész testre. Nyilván nem egy világi emberre tölti ki Isten a szellemét, hanem a Krisztusnak a testére tölti ki. A Krisztusnak az egész testére kitölti Isten a szellemét. Ez azt jelenti, hogy a reformátusok tombolni fognak a nyelvekkel szólástól, hogyha hagyják, ez fontos, a baptisták és a katolikusok, mindenki a Krisztus testében, nem csak a karizmatikusok, hanem mindenki be lesz töltve Szent Szellemmel. Hú, tudod, mi jelent az akkor mindenkiben ezt tölt a Szent, még a karizmatikusok is betöltöttük a Szent Szellemmel? Az egy fantasztikus dolog lesz. Ez, és Szent Szellemmel fogunk járni, teljesen be leszünk töltve. Az első szerelemnek a tüze fog bennünket átjárni. És akkor lesz az, amit a Ren is meghatározott ígét, hogy jövünk le a hegyről, és egyszer megy a dicsőítés, megy a profétálás, és jönnek ilyen saulok, összeesnek közöttünk, és ők is profétálnak. Én ezt várom, és ezért vagyok izgatott, és ezért nem engedem meg magamnak azt a kérdést, hogy mit keresek itt, mikor lesz ez, mikor. Tudod mit? Egy nappal már közelebb vagyunk ehhez. Egy nappal megint közelebb kerültünk hozzá. De legyen benned egy várakozás, egy elvárás. És azt gondolom, hogy az őrállásnak az egyik ilyen belső motiváció az, hogy van egy várakozásunk benne, hogy valami történni fog. Vagy az történik, hogy nem történt semmi, tehát ezen a nap nem támadtak meg bennünket, de most érted, ebben is egy várakozás, mert figyelek, hogy az a fajta várakozás van, hogy na, mikor jön már valami, vagy a mennyei oldalról, vagy a sötétség oldalról. Nem tudom, hogy ezen a helyen el lehet-e mondani, ha nem, akkor bocsássátok meg nekem, majd meg imádkozatok értem, de a Gyűrűk Urában van egy jelenet, amikor akinek nincs rá a bátorságot, nézzenek, de mindezben van egy jelenet egyik filmben, amikor egy óriási gonosz túlerő áll szembe egy hemszurdoki várfalnál, és a hemszurdokon pedig ott állnak az angyali seregek, meg az emberi seregek. Szerintem óriási kép, mert az angyalok, mert ott tündérek, meg az emberek együtt vannak egy oldalon, és ott pedig a gonosz orgó. És mindenki csendben figyeli, mert az első alkalom csöpő, óriási. És egyszer csak, ugye senki nem támad meg senkit, egy feszültség.
És igazából most én azt gondolom, hogy ez a fajta feszültség, ez így növekszik a szellemvilágban, növekszik már a középsőjékben, az ördög is tudja, hogy kevés ideje van hátra, ezért mindent megpróbál, és amit a René nagyon jól mondott, ezt nagyon szeretem, ez az érzés bennem is egyre erősödik, hogy igazából, vagy már nem tudom melyikőtök mondott, de mindenki annyi jót mondott, hogy egy várakozás van az egész világon. Nem csak az egyház várakozik, nem csak az ördög várakozik, az ördög próbálja húzni az időt, de várják a veledek, várják a delfinek, várják az angyalok, várják az egész kozmikus világ. Az egész univerzum egy hatalmas várakozásban van benne, egyre intenzívebb a várakozás, hogy mikor pendül fel az a szó, hogy most. Hogy gyerünk, és el fog hangozni ez a szó, hogy most. Amen. És ebben én azt gondolom, és hiszem azt, hogy ez a mi generációnk, aki ezt meg fogja ezt élni, és benne lehetek. Úgyhogy dicsőség az, ami miatt gyere vissza ebbe a dologba. A dicsőség miatt az, hogy részt akarj venni valami olyasmibe, aminál sokkal nagyobb. És ne legyél már annyira egoista, hogy csak magaddal foglalkozol, hogy neked mikor lesz jobb. Hagyj mondjam el neked, hogy szerintem a karizmatikus könyveskorszaknak a nagy részét, ahogy haladunk az időben a vége felé, nagyjából dobhatod ki, nem azért, mert nem voltak igazságok, hanem azért, mert már nem aktuális annyira. Mert már nem az az érdekes, hogy te hogyan gyűjtesz vagyont meg az Isten áldásával, meg mit fogsz csinálni, mert ezek mind igazságok, én hiszek a bővölködésben, a prosperitásával, a művelben egyébként, csak már nem ezt tartom főüzenetnek, hanem azt tartom főüzenetnek, hogy minél többet be a buliba, minél több ember kimenteni, minél jobban elterjeszteni az Isten evangéliumát, minél jobban ragyogni, a dicsőséget megmutatni. És nem csak azért egyébként, hogy megtérnek az emberek. Ezt szintén szeretném neked elmondani. Mert a mi dolgunk az, hogy világítsunk, hogy fényeljünk, aztán valaki megtér erre, vagy nem tér meg rá. De ebből a történetből, hát nem akartam erről beszélni, de őrállásnak talán még el lehet mondani, hogy ebben a történetben Isten is ott van. Ha szeretjük Istent, akkor azt a képet is meg kell látnod, hogy itt gyakorlatilag arról is szó van, hogy az egész teremtett világnak meg kell látnia, hogy Istennek van igaza. Értitek, hogy itt igazából mi azért vagyunk egy nagyon nehéz, méltóságteljes, nemes küldetésben. Ez egy nemes küldetés. Mert gyakorlatilag azt mondja az ige, hogy a teremtett világ nem csak sóhajtozik, hanem az angyalok kíváncsian várnak belelátni a hitünkbe, illetve Isten az egyházon keresztül mutatja meg a sokféle bölcsességét. Isten bemutatja a bölcsességét, az igazságát, a hatalmát, a szeretetét rajtunk keresztül, és az angyalok a teremtett világban, mi bizonyítjuk be igazából azt, hogy a sátán gonosz, és Isten pedig jó. Ez rajtunk múlik. A mi életünkkel, amikor valaki rákosan megbetegszik, és meghal, mert nem gyógyult meg, vagy teljesen mindegy, de hitben megmaradt például, akkor a hitet megőrizte, és ő hitben bemutatta a szellemvilágnak, hogy az Isten jó. És én hiszek benne, dicsőségbe bemegy a mennybe, értitek? Mert azt mondja az ige egy másik helyen, hogy a hitet megőriztem, és mindezeket végül eltétetett nekem az élet koronája. Tehát a hit megőrzése is egyébként önmagában egy dicsőséges cselekedet, értitek? Kicsit át kell variálnunk azt a gondolkodásmódot, hogy mit jelent az, hogy a győztes keresztény élet. Mert nem feltétlenül azt jelenti a győztes keresztény élet, hogy itt minden tuti lesz a Földön. Hanem azt jelenti, hogy a hitet megőriztem, hogy ki tudok állni, hogy Isten minden körülmények között. Úr és jó Isten. Amen. Halleluja. Na most, szóval egy őrállónak, igen, ezt a fajta motivációt föl kell ismét vegye, kicsit itt ismét felspannolja magába, hogy én vagyok az, aki ebben a városban közlekedik, aki a gyülekezetemben közlekedik, aki a családomban közlekedik. Én képviselem azt az Istent, akiről mostában elkezdtünk beszélni, egy új módon. Nem azt az Istent, aki szabályokat mond egy világnak, hogy mit kell, hogy jobb kell megcsinálod, hanem először is be kell tudnunk mutatni azt, hogy milyen Istenről beszélünk. Igen. Egy prófétai egyházat támaszt föl az Úr ebben a korszakban, és ez azért nagyon fontos, mert nem csak prófétákat támaszt az Úr, mert próféták mindig voltak az egyházban, az nem egy nagy komisz, az Ószövetségben is volt, az Új Szövetségben is volt. De most egy prófétai egyház lesz föltámasztva, ami azt jelenti, hogy mindenki prófétálhat, hogy mindenki betöltődik a Szent Szellemmel, és ezért mindenki tudja majd Isten szavát közvetíteni. A szomszédjának, anyukájának, apukájának, vagy bárkinek. Tehát a prófétálás nem más, mint Isten szavát meghallani és kommunikálni. Nyilván nem a prófétákról beszélek, ami egy elhívás, hanem azt, hogy mindenki tudjon prófétálni. És ezért mondom azt, hogy gyakorlatilag egy prófétai egyház lesz, mert ezt az Istennek a szavát
amit te mondtad, hogy beleszóljuk a világba, beleszóljuk a környezetünkbe, ezt fogjuk mi képviselni és bemutatni. Nyilvánvalóan az nem megy úgy, ha otthon balhé van. És azt gondolom, hogy az őrállásnak az első része, amiről pont a felelősség kapcsán Attila beszélt, hogy a személyes életedben, a család életedben rendet csinálsz, vagy nem. Hagyd mondjam el, hogy lehetsz nagyon nagy őrálló jelhívásról az egyházra, meg a világba, de ha otthon balhézol és vállás szélén állsz, vagy 15 éve már nincs megoldva rengeteg minden, akkor nem leszel az. Mert egyszerűen nem lesz hiteles az, amit csinálsz. És Isten most nagyon figyel arra, hogy hiteles emberek álljanak föl. Csak csendben súgom meg, hogy az ítélet az Isten egyházán kezdődik, és ha figyeltek, most pont ez zajlik, szerte a világban, hogy egyházi vezetőket Isten még mindig kegyelemből és szeretetből, de már elkezd a nyilvánosság előtt meginteni. Azért, hogy meg tudjon térni. Azért, mert még rá is szükség lenne a következő korszakban egyébként. Na szóval az őrállás az, hogy otthon elkezdtek. Felelősségről beszélt az Attila, ezt én most kihagynám, csak egy gondolatot írtam föl, nagyon leegyszerűsítve, hogy azt mondja itt az ige, hogy ugye mi az Istennek a papjai vagyunk, mi királyi papság vagyunk, itt csak egyetlen egy gondolatot, hogy a papnak mindenkori felelősség az volt az Ószövetségben és Újszövetségben egyaránt, hogy szolgált Istennek és szolgált az embereknek. Ennyi. Jó? Ha te királyi papság tagja vagy, akkor te szolgálsz Istennek és szolgálsz az emberek felé. Viszont a zsidó 9.6-ban azt mondja az ige, hogy miután ezeket így rendezték el, a sátorról beszél a Szent Sátorról, miután ezeket így rendezték el, a sátor első részében mindenkor bejárnak Isten tiszteleti szolgálatot végző papok. Azt mondja az ige, hogy a papoknak, vagyis a királyi papságnak mindenkor be kell járniuk a Szent Sátorban az Isten jelenlétében. Tehát az elsőleges szolgálat egy prófétai őrállónak, teszem hozzá egy hívőnek egyébként, hiszen királyi papság részesei vagyunk, az az, hogy mindenkor egyre gyakrabban menjél be az Istennek a jelenlétébe. Meg kell, hogy mondjam, hogy Isten jelenléte nélkül is viga lehet szolgálni, ezt pásztorként is el tudom neked mondani, és annak voltak olyan korszakok az életemben, amikor már nagyon régen voltam Isten jelenlétében, úgy privátim, tudod, én is sok, hogy négy szem köz, hanem már rengeteg szolgálat volt, ima volt, meg szolgálni, meg pásztorolni, és már olyan régen voltam az új jelenlétében, hogy már akik felé szolgáltam, szerintem már sokkal gyakrabban voltak általam. Mert Isten működött általam, csak én nem voltam bent az ő jelenlétében. Semmi nem lehet szolgálni úgy hosszú távon egyébként, ha ezt elfelejted. Tehát tessék bemenni az Istennek a jelenlétében, mert az imádkó, a szolgálóknak ez az egyik dolga. A másik, hogy amikor az egyházban arról beszélünk, hogy szolgálat, akkor általában pont az emberek felé való szolgálatot nevezzük annak. De az Isten igéből egyértelműen kiderül, hogy van kétfajta szolgálat az emberek felé, meg az Isten felé. És az Isten felé való szolgálat, az magasabb rendű, az elsőséget élvez, mint az emberek felé való szolgálat. Tehát ezt a sorrendet nem szabad elfelejteni. Ha őrálló akarsz lenni, hanem ha Isten királyságában részt akarsz lenni, akkor az első számú követelmény, hogy kialakítsd és megtanuld és megszokd, hogy semmi nem fontosabb annál, mint hogy Isten jelenlétében időt el tudják tölteni, hogy ezt megtanult. Ezt be kell építened, ez fontosabb, mint egyébként mint egy ember felé való szolgálat. Nem helyettesíti pontosabban. Miért fontos ez? Azért, mert amikor így megtanulsz az Isten jelenlétében napi szinten mozogni, majd mindjárt beszélek gyakorlatilag, hogy érdemes megcsinálni egy őrálló, akkor elkezdhet tisztán hallani az ő hangját. Megérted az ő vezetését. Na most, hogyha ő végre meghallod a hangját, nem tudom, nem merem fölteni ezt a kis, hogy kihallja az Úrnak hangját folyamatosan, vagy tehát az életében. Ha meghallod az Úr hangját, ez annyit jelent, hogy a barátai lettél. Hát a barátja lettél az Úrnak. Mert mit mond Jézus? Azt mondja, hogy én már a barátaimat, mert nem szolgáltak, hanem a barátaimat mondva a titeket, mert hogy mindent elmondok nektek, amit az én atyámtól hallok. Magyarán Isten arra vár, hogy el tudja mondani az embereknek, ahhoz az kell, hogy te a barátja legyél az Úrnak. Ahhoz, hogy a barátja legyél az Úrnak, ahhoz neked pedig be kell menni az ő jelenlétébe. Egyetlen egy igei tanítás, internetes alkalom, gyűli alkalom, sorozatok, megyünk konferenciára, nem pótolja azt, hogy te bemenj Isten jelenlétébe négy szem közt. Tömegével vannak a kerók úgy, akik ilyen infúzióval a karjukon mennek konferenciáról konferenciára, kapnak persze érintést, agytágítások, mindent, ezeknek mind megvan a haszna, nem érdekel, nem lenézem ezeket, és
Szóval nincs meg a napi kapcsolat a jelenléttel való bemenet. Márpedig, mint papi, királyi papságnak az első számú feladatot, hogy naponta menjél be az Isten jelenlétébe. Oké. A papoknak, az Isten szolgálatot végző papoknak szintén nem mesélek most a szolgálatáról. Nagyon röviden az Úr imádata volt az elsőrendű szolgálat. Na, hogy kerül ez most hozzánk, mint őrálló? Egyszerűen úgy, hogy az intim kapcsolathoz, nyilván Isten mindent tud, azt én tudom, meg te is tudod. De mégiscsak sokkal jobb, amikor Isten, aki mindent tudó, az megkérdezi tőled, hogy na mi van veled? Nehémiás, aki pohárnoka volt a királynak, nagyon jó előkép rá, nem ő jelentkezett be a királyhoz, hogy uram, én szeretném a templomot felépíteni, mert ezt mondja, hanem ott tevékenykedett a király, körülbelül a király azt mondta, hogy Nehémiás, miért ilyen szomorú az arcod? Miért vagy ilyen szomorú? Mi bánt téged? Mert megvolt az a mindennapi kapcsolat a király körül való mozgásban, hogy a király rá tudott kérdezni. Mennyivel másabb, amikor Isten megkérdezi, hogy Dávid, mit tehet? Nyilván, atya, fordulhatok én is felé, csak arról beszélek, hogy ezért fontos a mindennapi kapcsolat az Istennel. Isten trónja körül meg kell tanulni jelen lenni. Nem, ez nem azt jelenti, hogy gyerekként nem mehetek bármikor be Isten jelenlétébe, vagy Istenhez nem fordulhatok bármikor, hanem azt jelenti, hogy a király trónja körül valamikor az ember csak hallgat. Jelen vagyok a csendben például. Mi a Gyülinkben gyakran... Nem. Most kezdtük el gyakran csinálni, hogy megy a dicsőjét is, hogy valami, és amikor érezni az Istennek a nagyobb jelenlétét, akkor most tanítom a tagokat is arra, hogy nem baj, hogyha elhallgatunk, nem baj, ha elhallunk, ha a zene is eláll, meg ha csak csend van. Képzeljétek el, már 5 percig már bírjuk. Szóval a 6. percben már elindulnak a érzet, hogy most már akarunk. De már 5 perc már van, amikor tényleg teljes csendben leborul a gyülekezet. Teljesen más minőség akkor Istennek a meglátogatás. A közvetítése megint, akkor nem látom semmit, mert mindenki csak ügyeltük. Szela. Igen. Ki fogjuk, hogy érni Szela. Na, szóval minden egyes mozgással eltűnik. Na, a prófétai szolgálat az őrállónak, tehát az első konnál tartok még mindig, az az, hogy közel lenni az Úrhoz, közel lenni az ő személyiségében. A Zsoltárok 25 azt mondja, hogy az Úr titkai azoknak vannak, akik félik őt, akik hódolnak neki, és akik tisztelik őt. Az Úr titkai. Az Istennek vannak titkai. Várja, hogy kijelentesse, de nem fogja mindenkinek elmondani. Az Úr szereti a diszkréciót. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Isten megnézi például, hogy egy prófétai ember az rögtön kimondja mindazt, amit ő kapott az Úrtól, vagy képes ezt elhallgatni, és mondjuk akkor elmondani, amikor az Úr mondja, hogy mondd el. Kettő között van különbség. Vannak a kifecsegők, akik minden kifecsegnek, és azt látom, hogy nem ad igazából többet és mélyebbet Isten. Ahhoz, hogy Isten mély kijelentéseket adjon, ahhoz meg kell tudni jelenlétébe lenni, átvenni és hallgatni, elhordozni. Pál apostol 10-valahány évet hallgatott arról, hogy ő a mennybe járt. Lehet, hogy kibírnám ezt egy óráig, de nem is jártam még a mennybe.